A Telekom idén újra nekifutotta a saját márkás mobiloknak, itt a második generáció, a T-Phone 2 5G és a T-Phone 2 Pro 5G. A második generáció sokkal jobb lett a korábbinál, gyakorlatilag kijavították a fő hibákat, a telefonok jobbak lettek szinte minden téren, és most az árazás is jó lett, listaáron 60, illetve 100 ezer forintról beszélünk, melyek kamatmentes részletre is vihetők, előfizetéses szolgáltatások mellé pedig sokkal olcsóbban, akár 0 forintért. Én Renátó vagyok, a videóban pedig megmutatom, hogy milyenek lettek a második generációs telefonok. Kezdjünk! A kicsomagolás ugyanolyan, mint a kettőnél, fehér dobozkában vannak, bennük egy magenta színű kisebb doboz, ami a kézikönyvet, a töltőt és a SIM-tűt tartalmazza, míg végül alul maga a telefonok vannak egy elég nehezen leszedhető matricával, melyek a kijelzőt védik. Töltőadapter vagy tok nincs a csomagban, ezeket a Telekom külön árusítja, a tokot például 4000 forintért lehet beszerezni hozzá. Nézzük meg a telefonokat közelebbről. A kettő telefon meglehetősen hasonlít egymásra, a kamera elrendezés és a forma is hasonló, csak a Pro modell kamera szigete egy kicsit vaskosabb, jobban kiáll a hátlapból. A hátlapon a Telekom logó a fő dizájnelem, a bekapcsoló gomb pedig magenta színű, ez a szokásos T-Phone ismertetőjegy. A gombok a jobb oldalon vannak mindkettőnél, a bal oldalon pedig a SIM-tálcák. Az anyaghasználat műanyag, viszont a minőségi érzet egyébként jó, főleg érdekes módon az olcsóbbik modellnél a matra festett keret hasonló érzetű, mintha alumínium lenne. Ami megjegyzendő még, hogy a kihaló félben levő 3,5 mm-es jack továbbra is megtalálható rajtuk, valamint microSD bővítési lehetőség is van, 2 terabájtig bővíthetők a telefonok, ezek manapság egyre ritkább funkciók. Az új lenyomat olvasók a telefonok bekapcsoló gombjába kerültek beépítésre, gyorsan, pontosan feloldják a készülékeket. Bár méretre körülbelül egyformák a készülékek, a kijelző méretben van különbség, 6,6 és 6,8 hüvelykes kijelzőkről beszélünk, a Pro azért nagyobb, mert ott nincsen ez a nagyon vastag káva, mint a T-Phone 2-nél, ahol még a kamera kivágás is csepp formájú, de nem csak a kép átló különböző, hanem a panelek technológiája is. A sima modell IPS LCD panelt kapott, a Pro viszont AMOLED-et. Képfrissítésben mind a kettő 120 Hz-et tud, ami azért a 60 ezres alapmodellnél elég jó fegyvertény, és a felbontás is nőtt, most már Full HD plusz mind a kettő, ami miatt szép, éles a megjelenítés. Van Widevine elej tanúsítványuk is, így a streaming szolgáltatóknál Full HD-ben is lehet streamelni. Fényerő terén elég nagy a különbség a kettő között, 450 nitet tud maximálisan a T-Phone 2, míg a Pro modell 1500-at, ez kültéren eléggé rendesen észre is vehető, a Pro nagyon szépen leolvasható tűzőnapon is, a simát azért jóval nehezebb. A fényerőn kívül a színek, kontraszt és betekintési szög esetén vannak nagyobb különbségek, kijelző terén a Pro az fényévekkel többre képes, mint az alapmodell, de a 120 Hz és a Full HD Plus miatt 60 ezres áron abba sem kötök bele. De tény, hogy a Pro az sokkal szebb és jobb megjelenítőt kapott. Ha a 120 Hz-et ki is szeretnéd használni, a sima kijelző opciót kell bekapcsolnod a beállításokban, gyárilag ez ki van kapcsolva. Hangzás terén mind a kettő sztereó hangszórókat kapott, egészen jól szólnak, a 60 ezres T-Phone 2-nél azért ez külön megemlítendő, mert ezen az árszinten ritka a sztereó hangzás, itt viszont van, és egészen jó. Hardveresen ugyanazt a chipet, a Snapdragon 6 Gen 1-et kapták meg, ami például a Honor Magic 6 Lite-ban is van, ott 140 ezer forintért. Nos, itt a 60 ezres modellben is ez ketyeg, és az árcímkéhez képest remek teljesítményt ad. RAM és tárhely konfigurációban viszont eltér a két telefon, a sima modell 6x128, a Pro modell 8x256 GB-s kivitelben kapható, a tárhely pedig bővíthető 2 terabájttal is, microSD segítségével. A benchmark teszteken jó számokat kapunk, CPU és GPU terén is ügyes a telefon ezen az árszinten. Antutun érdekes módon a GPU teszt csak a Lite verzióval futott le a sima modellnél, míg a Pro-nál a rendes változat pedig a kettő telefon ugyanolyan erős, ugyanazzal a chippel. A stressz teszt során egyáltalán nem melegszenek, éppen hogy langyos a hátlap, és a teljesítményüket is végig
maximális szinten tudják hozni. Ez a hardware arra elég, hogy az operációs rendszert elfuttassa, néha minimális mikrolagok, mini várakozások azért vannak, de alapvetően gyorsan és biztosan fut a rendszer. 3D játékokkal is elboldogul, Asphalt 9 is élvezhetően futtatható rajtuk, még a 6 giga RAM-os sima modellen is, szóval a teljesítmény terén tényleg nem érheti szó a ház elejét. Az operációs rendszer egy Android 14 alapú, tiszta, teljesen gyári Android, 2 fő verzió frissítést ígérnek hozzá, valamint 5 év biztonsági támogatást, ami a belépő szinten jó ígéret. Az alap Android az mindig jó dolog, mert emiatt nincsenek felesleges grafikai elemek és appok, amik lassítják a telefont. Itt még a már szinte megszokott Netflix sincs rajta előre telepítve, annyira gyári az egész. A Google alkalmazásain kívül mindössze 3 telekomos app van rajta, a Telekom TV Go, a mobilvásárlás és a Telekom alkalmazás. Ez a felület teljesen olyan, mint a Pixel mobiloknál, csak persze nincsenek benne extra funkciók, illetve alapból telekomos háttér van beállítva, de ez persze cserélhető, és a színek, ikonok méretei, a szövegméret minden személyre szabható. Van egyébként osztott képernyős elrendezés is, ami ezzel a hardware-rel simán gond nélkül működik. A Telekom külön kiemeli, hogy rendelkeznek a telefonok Android Enterprise minősítéssel, így vállalati mobiloknak is szuperek, főleg, hogy távolról is menedzselhetőek a Mobile Device Management segítségével. Adatkommunikáció szempontjából is történt némi javulás, idén már van eSIM mind a kettőben, egy fizikai nanoSIM plusz egy eSIM a konfiguráció, és persze 5G és Volt-e támogatást élveznek. Bluetooth-ból 5.1, Wi-Fi-ből pedig 5-ös szabványt kapunk a T-Phone 2-nél, a Pro-nál pedig ugyanez Bluetooth 5.2 és Wi-Fi 6e szabványt jelent. A GPS az mindkettőben ugyanazt tudja, és mind a kettő rendelkezik NFC-vel, azaz mobil fizetésre is használhatók. A telefonhívások minőségével nem volt kifogásom a teszt során, és fizikai közelségérzékelő van bennük. Aksiból mindkettő telefon 5000 mAh-s teleppel rendelkezik, és a hardware az kvázi ugyanaz bennük, szóval csak a kijelző az, ami különbséget tesz a kettő között, hogyha fogyasztásról van szó, és ebben az AMOLED paneles Pro jobb. Üzemidőben az előző telefonok is nagyon acélosak voltak, bőven verték a konkurenseket, és most is elég jók, 2 nap átlagos használattal megvan egy töltéssel mindegyik, a Pro esetén egészen könnyedén. A PC Mark üzemidő teszten most is remek eredményt értek el, a Pro modell a többséget elég szépen lehagyja, de azért a jobb specifikációk miatt nem tud annyi üzemidőt, mint az előző generáció. Tölteni a T-Phone 2-t 15 watt-tal lehet, amivel a teljes töltési idő 1 óra 56 perc, a T-Phone 2 Pro-t pedig 25 watt-tal lehet vezetékesen, 1 óra 29 perc alatt tölt fel teljesen lemerült állapotból, de a Pro modellnél vezeték nélküli töltési lehetőség is van, 15 wattos teljesítménnyel. Kamerák. A T-Phone 2 egy 50 megapixeles elsődleges kamerával, valamint egy 2 megapixeles makróval és egy 2 megapixeles mélységérzékelővel rendelkezik a hátlapon. A Pro modell is 50 megapixeles elsődlegest kapott, de itt már van optikai stabilizálás is, valamint a 2 megapixeles makron és mélységérzékelőn kívül itt van egy plusz 5 megapixeles ultraszéles is. A selfie egységek 8, illetve 16 megapixeles felbontást kaptak. Érdekes mód, nem nagyon van különbség a kettő telefon között kamerás fronton, hol az egyik, hol a másik készít jobb fotókat, az ultraszéles az pedig eleve nagyon gyenge a Pro-nál, így az egyáltalán nem jelent pluszt a másikhoz képest. Jó a fényviszonyok között elfogadható képek készíthetők, jónak azért nem nevezném őket. Hasonló kaliber mind a kettő, csak más színekkel dolgoznak, a Pro modell egy kicsit melegebbre van kalibrálva. A dinamika egyébként jó, a részletesség és a zajszint az eléggé belépő szint. Az esetek nagy részében a színkezelést leszámítva szinte megegyeznek a fotók, de néha érdekes mód a sima modell ügyesebb. Van, amikor elveszik a részlet a Pro fotóján. Nézzük meg ennél az épületnél, ha belenagyítunk, már a feliratoknál is látható, hogy a Pro elmosodottabb, hát még hogyha megnézzük a kéményt. 10-ből 2-3 esetben ez történik, a többi esetben pedig nagyon hasonlóak a fotók. Az ultraszéles csak a Pro modellnél van, bár sok értelme nincs használni, a fotók gyengék, kevés a részlet és a dinamika is nagyon gyenge.
Makroterin ugyanaz van mind a kettőben, a fotók körülbelül egyformán gyengék. Portrék terén is nagyon hasonló a két telefon, inkább a színtónus eltérés az, ami itt is észrevehető, és a Pro néha már zavaróan nagyon meleg színekkel dolgozik. A selfie mind a kettő telefon esetén inkább gyenge, a színek közel sem olyanok, mint a valóság, és részlet sincs sok. Éjszaka az elsődleges kamerák megint csak nagyon hasonlóak, itt még kevesebb a színbeli eltérés. Van éli mód is, ezt manuálisan kell kapcsolni, és nagyon lassú, körülbelül 4-7 másodperc alatt készül el így egy fotó. Dinamika és a színek egészen tetszetősek, de túl jónak azért nem mondanám őket, igaz a 60 ezres telefontól ezek rendben vannak, a Pro modell azért itt már egy kissé szégyenkezhet. Hát még az ultraszélessel, ami eléggé értékelhetetlen, sötét és elmosodott fotókat készít. Videó terén 2K30 képkocka mindkettő maximuma, de itt már jó nagy kroppal dolgoznak. Ezek a felvételek inkább gyengék, a színek amúgy egészen jók, ahogy a dinamika is, de részletesség terén nem erősek és zaj is van jócskán. Hiába az elektronikus képstabilizálás, a Pro-nál pedig az optikai, séta közben elég remegősek a felvételek. Éjszaka pedig ugyanez, a színek és a dinamika is jó, de nagyon sok a zaj és a részletek is elvesznek. A Pro esetén az ultraszéles kamerája az pedig botrány, kaputelefon szintű képminőséget ad éjszaka. Kamerákban továbbra sem jók a telefonok, ezen spóroltak, inkább az árérték arány, a kijelző, valamint a hardveres oldal az, amire ráfeküdt a gyártó. Összegzem a videót. A telefonok második generációja nem sikerült rosszul, sőt, ezzel az árazással igazából egészen jó opciók még listaáron is. 60 és 100 ezer forint a listaár, de előfizetéses csomagokban ennél kedvezőbb árat, valamint kamatmentes részletfizetést kapni, nagyobb csomagokban akár 0 forintért megvásárolhatók. Néztem egy közepesebb méretű csomagot havi 9 ezer forintért, otthoni szolgáltatások nélkül, azzal a sima Tefon 2 44 ezer forint, a Tefon 2 Pro pedig 84 ezer. A sima Tefon 2-t bárkinek ajánlom, aki csak egy alaptelefont keres egy olyan hardverrel, ami nem akadozik, kellemesen használhatóvá teszi a telefont. Lista áron sem nagyon tudok mondani jobb alternatívát. A Pro modellt az pedig annak ajánlom, akinek ezen felül kell egy kis extra, például gyakran néz YouTube-ot vagy filmeket, mert az AMOLED kijelző miatt sokkal élvezetesebb a tartalomfogyasztás rajta. Lista áron még mindig jó, 25-30 ezer forinttal többért kapható csak lényegesen jobb telefon, például a Redmi Note 13 Pro 5G. Vállalati telefonnak is jó választások lehetnek a kedvező áruk és a tiszta, stabil, gyári Android rendszer és 5 év biztonsági frissítés miatt. Kamerákban van a fő gyengeségük, ott azért lenne még mit javítani a harmadik generációra. Szóval egy szó mint száz, a második generációra beérett a projekt, ezek a telefonok simán ajánlhatók még listaáron is, előfizetések mellé pedig még inkább. Nektek mi a véleményetek a Telekom újdonságairól? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést nagyon szépen köszönöm, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, és érdekelnek a tech tartalmak. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok, viszlát a következő videóban!